Immár rendszeresen szervez különböző érdekes és tanulságos előadásokat és beszélgetéseket a Tarsói Ifjúságért Egyesület, mely azzal a célra jött létre 1995-ben, hogy a változó világban minél többet tegyen az ifjúságért. Ezúttal a Szent István Király Múzeum történetéről hallhattak az érdeklődők. Az a címe a a mai programnak, hogy 150 éves a múzeum, ami hát egy nagyon régi patinás intézménye a városnak, és hát ez nagyon fontos lehet, hogy beszélgessünk arról, hogy hát mi történt ez alatt a 150 év alatt. A szerda esti beszélgetés vendége Pokrovenszki Krisztián a Szent István Király Múzeum főigazgatója volt, aki többek közt a múzeum múltjáról, jelenéről és saját életútjáról is beszélt a hallgatóságnak. A felnőtt feljel elvégeztem a régészetet az eltén, a régészeti tár vezető lettem utána, és hát majd igazgatóhelyettes, és megpályáztam az igazgatói pozíciót, így elég jó rálátásom van, úgy gondolom, az egész intézőinek a működésére. A múzeum a 150 éves évforduló kapcsán számos kiállítással készült és készül az érdeklődőknek. A munkácsi kiállítás jövőre is látogatható lesz, januárban pedig egy szintén nagyszabású kiállítás nyílik a Csók István képtárban, amelyen sok más érdekesség mellett egy olyan kínai jádepáncélt is meg lehet tekinteni, amelyből mindössze 10 darab van a világon.